Köszönöm, hát nem panaszkodom, hála Istennek, azért kicsit nyugtalan, nyugdíjas maradhattam az elmúlt három esztendőben, is vannak szolgálati lehetőségek, teológián és munkatársképzésbe, gyülekezetekbe is időnként hívnak, és most külön öröm volt, hogy újra itt lehetek Bonyhádon, hiszen 2003-ban, amikor megválasztottak Pünkösdről a gyülekezetek, akkor ide vezetett az első útunk a feleségemmel, mert épp egy lelkész konferencia volt, és akkor találkoztunk így a kerület lelkészeivel, és azóta is rengeteg sok szép élmény köt ide, missziói napok és nagy találkozók és iskolai ünnepek és gyülekezeti alkalmak. Csak érdekességképpen találtam ezt a kiadványt, ami az 1870-es költözés után 1887-ben íródott, amikor is ezt az egész részt sikerült úgy felújítani, hogy a bonyhádi gimnazisták méltó tantermei lehessenek és méltó helyszíne a tanuláshoz. Minden prédikációval és minden köszöntő beszéddel együtt egy nagyon szép kiadvány, ha valakit esetleg érdekel, digitálisan is megvan. Püspök ura istentisztelet alatt arról beszélt, hogy a reformáció nem csak egy nap, nem csak egy ünnep, amit ki kell pipálni, hanem egy folyamat. Magát a szót, hogy reform, reformáció, reform, azt mindenki ismeri. Egy újra kezdés, egy új, egy változás, egy olyan változás, ami mindig valamikor valamiért jobbító szándékkal történik. Én azt gondolom, hogy nem csak a bonyhádi ide telepítés óta, hanem ennek az intézménynek már a megalapításától több mint 215 éve ezt az intézményt ez jellemezte, hogy valami jobbító szándék miatt történjen valami olyan változás, ami mindenkinek jó. Változás az iskola épületeibe, a méretébe, illetve a szellemiségébe ezt a pozitív változást mindig megtartotta. Ez jellemezte az elmúlt 215, illetve a Bonyhádon töltött 151 évet is. Erre legyen mindenki nagyon büszke, hogy egy ilyen nagymúltú intézménybe tanulhat, és olyan körülmények között, ami nekünk nem adatott meg több 40 évvel ezelőtt. Kívánok mindenkinek sok sikert ennek az épületnek a falai között, és bonyhádiként büszke vagyok arra, hogy ilyen újabb beruházás valósulhatott meg a városunkban. Valóban, ahogy polgármester asszony mondta, mi is jártunk ebbe az épület együttesbe, aminek akkor csak talán a fele volt meg, hiszen pont azokban az években, amikor mi itt voltunk kisdiákok, harmadik, negyedikben, akkor bontották le ezt a szárnyat, a kapuai, és le volt zárva a életveszély miatt. Gratulálok igazgatónak, tantestületnek, az egyháznak ezért az ötletért és a megvalósításért. Én is szeretettel köszöntöm, illetve gratulálok a kivitelezőnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy szolgált, hogy bennünket ért ez a megtisztelő feladat, hogy megépítsük ezt az épületet. Talán ott kezdeném, hogy jó néhány éve végzünk az intézményben különböző felújításokat, korszerűsítéseket, és akkor az intézmény vezetése említette, illetve vázolta, hogy bővíteni szeretnék a gimnázium épületét, hiszen szükségük van további termekre, foglalkoztatókra, és elmondták, hogy mi az elképzelésük. Talán büszkén mondhatom, hogy én voltam az egyik, aki azt javasolta, és emellett álltam ki, hogy ezt a régi épület helyén, ezt a kihasználatlan területet használjuk arra, hogy itt valósuljon meg az új épületszám, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó tervet készített Sebestyén Miklós építészmérnök úr, ami mindenkinek elfogadható volt, és ezt igyekeztünk megvalósítani a mai kor követelményeinek megfelelően. Köszönöm a lehetőséget. Én egy reformátori gondolatot hoztam a mai napra. Nem azt, amit nézünk, azt, hanem amit látni vélünk, azt kell magunknak fontosnak tartani. Én úgy gondolom, hogy a jelen időt is mindenképpen meg kell említenünk, hiszen ez az intézmény jelenleg is olyan teljesítményekre képes, ami kiemelkedő a magyar oktatási rendszerben. Szándékosan úgy készültem a mai napra, hogy egy kicsit megnéztem az iskola teljesítményét, és ahhoz képest, hogy milyen családokból érkeznek a gyerekek, a hozzáadott érték az evangélikus iskolákon belül is egyedülálló, és talán mondhatom, hogy nem csak matematikából, hanem szövegértésből is. Ehhez nagyon-nagyon gratulálok az itt dolgozó pedagógusoknak,
vagyis az, ami ebben az épületben, ebben a gyönyörű szép új épületben a továbbiakban is történni fog, az mindannyiunk számára egy siker és a hatékony oktatásnak a foglalata. Isten ajándékait, az ő igéje és imádság teheti áldásá számunkra, az igét már hallottuk, a hídépítő Jézusról, most itt van szemünk előtt az a gyönyörű híd, ami összeköti a két szárnyat, és most imádságban köszönjük meg mindazoknak, akik ezt létrehozták, és kérjük Isten áldását. Urunk, köszönjük, hogy Te építő Isten vagy, és minket is felhasználsz a Te építő munkádba. Köszönjük a tervezőket, kivitelezőket, azokat, akik anyagilag lehetővé tették, hogy ez a híd megépüljön. Kérünk, hogy Te áld meg mindazokat, akik itt tanulnak, tanítanak és igazi otthonra találnak. Amen. Az Úr áldása legyen ezen az új épületen, töltse be az ő szent lelke ezt az épületet, adjon bölcsességet, türelmet, szeretetet az itt tanítóknak, adjon nyitott szívet, lelket, értelmet és figyelmet az itt tanulóknak. Így áldjon és őrizzen meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Erős várom Istenünk, hölgyek, urak, direkt nem álltam a sátorra, hátra nem kell beszélni. Használjátok ezeket a termeket úgy, hogy gyarapodjatok tudásban, élményekben, és szeressetek itt lenni, szeressetek bonyhádiak lenni, szeressetek Petőfis diákok lenni. Mindig is hirdette azt, hogy az egyháznak Krisztustól kapott mandátum, a feladata a tanítás, tanítani is az evangéliumot. A névadó hitvallásunk, Ágosta hitvallás úgy határozza meg az egyház küldetését, hogy az evangéliumot tisztán kell tanítani. Ez egy nagy öröm, hogy a rendszerváltás óta egyre több iskolát vehetünk át, és próbálunk eleget tenni ennek a jézusi parancsnak, hogy tanítsuk az evangéliumot, tanítsuk az új nemzedéket az Isten ismeretére és arra az életre, amire Krisztus tud minket elvezetni. És ebben a láncban, mert ez már egy komoly hálózat, láncolat az országban, egy nagyon-nagyon fontos pont Bonyhád a maga kollégiumával, tehetséggondozásával, és hát azzal az infrastruktúrával, ami itten állandóan fejlődik, bővül a sportcsarnoktól az éppen most átadott új épületig.